Életbe léptek az újabb enyhítések, mától nem kell maszk, és létszámkorlátozás sincs már a boltokban. Nem hagyhatjuk, hogy mások mondják meg, hogyan éljünk, ezt mondta Orbán Viktor a Közszolgálati Egyetem tisztavatóján. Mindent elsodort a földcsuszamlás, 20 ember tűnt el, napok óta szakad az eső Japán keleti részén. És pusztítást hagy maga után az Elsa hurrikán a Karibi térségben, a Miami mentést is leállíthatják a vihar miatt. Ez a híradó 7:30-tól az M1-en. Meszes Boglárka vagyok, jó estét kívánok! Életbe léptek itthon az újabb járványügyi enyhítések. Mától nem kötelező a maszkviselés, sem az üzletekben, sem a tömegközlekedési eszközökön nincs rá szükség, és több helyen nem kérik már el a védettségi igazolványt sem. Mostantól tehát bárki mehet fürdőbe, moziba vagy akár étterembe. A lazításra a magas átoltottság adott lehetőséget. Itthon már több mint 5,5 millióan vették fel a védőoltást, ami átlag feletti Európában. A szolgáltató szektor fellendülést vár az enyhítésektől. Gyorsan ment az oltás szombaton a Debreceni Egyetem klinikai központjában. Egyszerre 8 helyszínen adták be a vakcinát. Várni sem kellett. Ahogy érkeztek az emberek, már szólították is őket. A többség a második dózist kapta. Két kisgyerekünk van, és miattuk érezzük fontosnak. Nem azért, hogy tudjunk bárhova is menni, hanem hogy ők biztonságban legyenek. Országszerte biztosított az oltás. Annyi vakcina van Magyarországon, hogy mindenki, aki szeretné, megkaphatja, szinte azonnal. A beoltottak száma péntek délután meghaladta az 5,5 milliót, így újabb enyhítések léptek életbe. Óriási teljesítmény. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban jelentette be a védelmi intézkedések feloldásának 6. fokozatát, amely fontos állomás az élet és a gazdaság újraindításának. A miniszterelnök hangsúlyozta, hazánk másfél-két hónappal előrébb jár, mint más uniós országok. A sikeres járványkezelés eredményeként mostantól nem kell maszk a boltokban és a zárt helyeken, azt már csak a kórházakban és szociális intézményekben kell viselni. Megszűntek az üzletekre vonatkozó eddigi korlátozások is, a távolságtartási szabály és a négyzetméter alapú létszámkorlát. 10 hónap után lélegezhetünk fel, tavaly szeptember óta kellett maszkot viselni, mostanáig. Szabadabb vagyok, fogok most már vásárolni is, porszívótól kezdve minden, csak cipő kéne, csak maszkba nem szerettem menni. Egy katasztrófa volt. A boltok kirakatából a nyitás előtt leszették a védelmi szabályokra figyelmeztető feliratokat. A vásárlók többségénél ott volt a maszk, de már sehol nem kellett felvenni. Ez egyfajta felszabadulás, hogy bárhova bemehetünk maszk nélkül, és visszatérhetünk ezen a téren is a régi életünkbe. Azt hiszem mindenkinek örömteli ez, hogy végre nem kell arra figyelni, hogy elhoztam-e otthonról a maszkot, vagy sem, vagy hazafutni érte, vagy útközben venni egyet, hogy bemehessek bárhová. Az üzlettulajdonosok nagyon várták az újabb enyhítést, jelentős forgalom növekedésre számítanak. Nagyon boldogok vagyunk, már nagyon kellemetlen volt a nagy melegben a maszkviselés. A vásárlói korlátozás meg azért volt kellemetlen, mivel a vásárlóknak kint az üzlet előtt kellett várakozniuk. A hazai élelmiszerláncok kivétel nélkül mind eltörölték a szigorú védelmi szabályokat, de a higiéniára továbbra is fokozottan figyelnek. Bizonyos óvintézkedéseket a továbbiakban is megtartunk. A fertőtlenítő takarítások sűrűségét továbbra is fenntartjuk, tehát amely kiterjed minden olyan eszközre, amelyhez a vásárlók hozzáérhetnek, bevásárlókocsikra, kosarakra, fogócsipeszekre, a kassa környékén lévő területekre is. Maszk nélkül lehet utazni a vonaton és a többi tömegközlekedési eszközön is, de a megállóhelyeken és a zárt állomásokon sem kell már viselni. A szakemberek szerint néhány hónapra fellélegezhetünk, de ősszel megint nőhet a fertőzöttek száma. Hogy lesz-e újabb hullám, és hogy az milyen erős lesz, az attól is függ, hogy hányan oltatják még be magukat.
Sziasztok! Hello! Kell még szia! Maszk? Nem, a mai naptól nem kell maszk. Az első maszkmentes napon még sokan tették fel ezt a kérdést. Kell egy kis idő, mire mindenki megszokja, hogy már nem kötelező viselni a zárt helyeken. Így már ebben a Békés Csabai szépségszalonban sem kell. A feliratokat gyorsan levették innen is, hogy ne zavarják össze a vendégeket. Maszkban sokkal nehezebb volt megállapítani, levetetni, akár ha csak egy hajról is beszéltünk, hogy meglássuk, hogy milyen az arcformája, hogy milyen haj illik hozzá, de borzasztóan örülünk neki, hogy ez a mai naptól megszűnik. Új korszak kezdődött a szolgáltató és vendéglátóiparban. Az éttermek, cukrászdák belső tereiben sem kell már a maszk. Mindenkinek meg tudunk felelni, bentre is le tudnak ülni, a rossz idő sem lesz annak akadálya, hogy a vendéglátó egységek tudjanak működni. Maszk nélkül szolgálhatnak fel a pincérek, és már nem szükséges a védettségi igazolvány sem az éttermekben. Ezzel az ellenőrző szerepünk is elmúlik, és másra fordíthatjuk az időt, illetve a vendégek szempontjából is sokkal kellemesebb a dolog. Tehát megvan a bizalom, mindenki bejöhet, mindenki helyet foglalhat. Hál' Istennek végre dolgozhatunk normál körülmények között. A budapesti Gellért fürdőben is feloldották az eddigi korlátozásokat, nem kell maszk a benti medencéknél. Kényelmetlen, kellemetlen, be vagyok már oltva régóta, úgy érzem, hogy szükségem se nagyon volt rá, semmilyen szempontból, most végre megszabadultam tőle. A létszámkorlátozás is megszűnt a fürdőkben, Harkányban újra fogadhatnak naponta akár 5000 embert is. Május 20 és július 3 között eltelt időszaknak is már nagyon örültünk. Nagyon szép vendéglétszám, több mint 40 ezer fő látogatta meg az idő alatt a Harkány gyógyfürdőt, és én azt gondolom, hogy mostantól lesz egy komolyabb emelkedés. A szállodák is fellendülésre számítanak, folyamatosan csörög a telefon ebben az alakarosi hotelben, jelentősen emelkedett a foglalások száma. Már külföldről is érkezhetnek vendégeink, oltási igazolvánnyal jöhetnek ők, még a európai zöld kártyával. Magyar vendégek jöhetnek ugye mindennemű korlátozások nélkül. Nagy várakozással tekintünk a szezon elé, és biztos vagyok benne, hogy sok vendégünk lesz. Néhány hónapra fellélegezhetünk, de ősszel megint nőhet a fertőzések száma. Erről beszélt Rusvai Miklós az M1-en. A virológus hangsúlyozta, hogy lesz-e újabb hullám és milyen erős lesz, az attól is függ, hogy hányan oltatják be magukat. Úgy gondolom, hogy igazi negyedik hullám ősszel sem várható, legfeljebb egy hullámocska, vagy egy megnövekedett esetszám. Tehát olyan járványhullám, mint ami tavaly őszön, vagy ne adj Isten az idén tavaszon zajlott, már nálunk sem lesz. Ehhez szerencsére már elegen be vannak oltva, de igen, nagyon fontos lenne az, hogy minél többen oltassák magukat. További változás, hogy a családi események, magárendezvények esetén az eddigi 50 fős létszámkorlátozás 100 főre, a lakodalom esetén a 200 fős létszámkorlátozás 400 főre emelkedik. Sportesemények, a zenés táncos rendezvények, illetve a zárt térben tartott vagy 500 főt meghaladó szabadtéren tartott egyéb rendezvényeknél marad a létszámkorlátozás, és továbbra is csak védettségi igazolvánnyal lehet részt venni. Külföldi járványhírekkel folytatjuk. Nagy volt a dugó délelőtt Letenyénél Horvátország felé. Nem csak a turnusváltás miatt volt nagy a torlódás, hanem a megváltozott beutazási szabályok miatt is. Hasonló forgalomra lehet egyébként számítani a következő napokban, sőt még akár hetekben is. A rendőrség azt javasolja az autósoknak, hogy a kisebb határátkelőket válasszák, illetve hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális helyzetről. Letenyéről Péter Árpád jelentkezett. Az léphet be minden gond és akadály nélkül, akinek van az unióban kölcsönösen elfogadott védettségi igazolványa, erre jó az uniós kártya is, illetve elfogadják a magyar védettségi igazolványt is. Akinek ez nincs, annak 72 óránál nem régebbi PCR-teszttel kell rendelkeznie, amennyiben ilyen föl tud mutatni, akkor a horvát hatóságok minden gond nélkül beengedik az országba. Romániában rendkívül alacsony a vidéken élők átoltottsága. Egy friss összesítés szerint eddig mindössze 163 ezer embert oltottak be a falvakat felkereső mobiloltócsoportok, valamint a családorvosok. Lassult viszont a járvány terjedése, egy nap alatt mindössze 37 új fertőzöttet találtak. Székelyudvarhely, Száva Enikő.
Az oltás iránti érdektelenség miatt a több mint 100, illetve több mint 1100 oltóközpontból már csak 740 működik. Ezeknek fele nem napi 8 órát, hanem csak napi 4-et tart nyitva. Több ezer AstraZeneca vakcinának járt le a szavatossága, ezeket vissza kellett vonni, és hogy hasonló sorsra ne jusson Románia Pfizer-BioNTech vakcina állománya, a napokban összesen 1 millió 170 ezer dózist beszerzési áron átadott, illetve eladott az ország Dániának. Újra szigorítottak Portugáliában. 45 településen ismét éjszakai kijárási tilalom van, hogy így próbálják lassítani a delta variáns terjedését. A fővárosban még utazási korlátozást is bevezettek. A régió csak negatív teszttel vagy oltási igazolással lehet elhagyni, és ez a beutazásra is ugyanúgy érvényes. Portugáliában a lakosság csak nem harmada kapta meg eddig a védőoltást. A delta variáns az oltatlan fiatalok között terjed leginkább. Rendőrök járőröztek péntek este a portugál főváros Bairro Alto negyedében. A rendkívül forgalmas, népszerű városrészben most nyoma sincs a hétvégére jellemző óriási nyüzsgésnek. Aki még az utcán vagy a szórakozó helyeken tartózkodott, azt hazaküldték. Ez nem egy túl kellemes péntek este, de ez a parancs, és nekünk tiszteletben kell tartanunk, nyilatkozta egy lisszaboni férfi. A portugál kormány ugyanis este 11-től hajnali 5-ig éjszakai kijárási tilalmat rendelt el Lisszabonban és több más portugál településen, hogy megfékezzék a delta variáns terjedését. A rendelet péntek este lépett életbe. Felszólítjuk az embereket, hogy önként térjenek haza, mert a kijárási tilalmat kötelességünk betartatni, magyarázta egy lisszaboni rendőr. A magas kockázati besorolás alá eső 45 településen, így Lisszabonban is lehetőség szerint kötelező a távmunka, az éttermek, kávézók és a nem élelmiszertárusító boltok hétközben, este 10:30-ig, hétvégenként pedig csak délután 3:30-ig tarthatnak nyitva. A fővárosi régióból és a régióba péntek délutántól hétfő reggelig csak negatív koronavírus teszt vagy oltási igazolás birtokában lehet ki- és belépni. Az ibériai országban ugyanis ismét aggasztó méreteket öltött az új esetek száma, pénteken közel 2500 megbetegedést jegyeztek fel. Szakemberek szerint a delta variáns főként a be nem oltott fiatalabbak körében terjed, az esetek több mint felét ez a vírusmutáns okozza. Az egészségügyi hatóságok a járvány leküzdése érdekében felgyorsítják az oltási kampányt. A 18 és 29 év közöttiek hétfőtől, július 5-től vehetik fel a vakcinát. Portugália 10 milliós lakosságának mintegy 31%-a kapta meg eddig a koronavírus elleni védőoltás mindkét adagját. A pandémia kezdete óta azonosított fertőzések száma közelít a 900 ezerhez, és több mint 17 ezeren hunytak el a kór szövődményeiben. Bosznia-Hercegovinában is megjelent már a koronavírus delta variánsa. Az első eseteket Medjugorjeban észlelték. A zarándokhelyen a héten ünnepelték a 40. évfordulóját annak, amikor 6 gyermeknek megjelent a szűzanya. Az eseményre a világ minden kontinenséről érkeztek hívők. A helyi hírtelevízió arról számolt be, hogy a vírust a zarándokok körében mutatták ki. 100 tesztből 5 lett pozitív a delta variánsra, néhány tesztet pedig még mindig vizsgálnak. A Dél-afrikai köztársaságban tovább tombol a járvány, pénteken rekordot döntött az újonnan regisztrált fertőzöttek száma. Több mint 24 ezer embernél mutatták ki a vírust. Még a járvány harmadik hullámával küzdenek, miközben a 60 milliós ország alig 5%-át sikerült immunizálni. A kórházakban nincsen hely, kevés az orvos és az ápoló is. Egy hete vezettek be egyébként újabb korlátozásokat is. Az országban eddig már több mint 2 millió fertőzöttet azonosítottak, közülük pedig mintegy 60 ezeren hunytak el. Súlyos a járványhelyzet Indonéziában, a delta variáns miatt háromszorosára nőtt a fertőzés terjedésének üteme, már minden második teszt pozitív. A kórházak megteltek, több helyen sátrakban látják el a betegeket, ám így is napokat kell várniuk a segítségre, és nincs elég orvosi oxigén sem. A dzsakartai kormány most a teljes lezárás mellett döntött. Próbálják közben gyorsítani az oltást is, eddig ugyanis a lakosok alig 7%-a kapott csak vakcinát. Oxigénpalackkal várakozik a tábori kórház mellett egy indonéz fiatalember. Édesanyját ápolják az egyik sátorban, ahova csak több napos várakozás után jutott be. Akkor is csak azzal a feltétellel, hogy a fia megígérte az orvosoknak, beszerez egy oxigénpalackot. Talán az egészségügyi dolgozók hiánya és a sok beteg miatt nem jó az ellátás, panaszolta a fiatalember.
A kórházak zöme már nem is fogad betegeket. A Bekasi kórházi ágyak kihasználtsága elérte a 84%-ot, és kevés lélegeztetőgépünk van, közölte a tényeket a várospolgármestere. A világ negyedik legnépesebb országába még a májusi muzulmán bőjti hónap idején hurcolták be a koronavírus legfertőzőbb mutánsát, a deltát. Júniusban el is kezdték építeni a tábori kórházakat rögtönzött intenzív osztályokkal, mert biztosra vették, hogy a járvány gyorsan fog terjedni. A 270 milliós országban ugyanis eddig a lakosság csupán 7%-át oltották be. Két hete még 8600-an, ma már csak nem 26 ezeren betegszenek meg naponta, és minden második koronavírus teszt pozitív. A városokban újabb és újabb parcellákat jelölnek ki, ahol az emberek eltemethetik hozzátartozóikat. A sírások éjszaka is dolgoznak. Már tömegsírokba is helyezhetnek halottakat, mert az indonéz muszlim vallási vezetés ezt tavaly engedélyezte. Rendes körülmények között az iszlám előírások tiltják ezt az eljárást. Csütörtökön az indonéz kormány bejelentette az idei év legszigorúbb korlátozásait. Július 3-ától 20-áig bezárnak a bevásárlóközpontok és az imahelyek, az éttermekbe csak elvételre főzhetnek, és ismét távmunkára kötelezték azokat, akik ezt megengedhetik. Továbbá minden oktatási tevékenységet is online módon kell lebonyolítani. A rendőrség több száz utat lezárt, és ellenőrző pontokat helyezett el Indonézia legnépesebb szigetén, Jáván és Bali üdülő szigetén, ahova július 1-ére várták a turisták érkezését, de ezt el kellett halasztani. Több mint 21 ezer rendőrt vezényeltek az utcákra, hogy otthon maradásra utasítsák az embereket. Dzsakartában szombaton szokatlanul gyér volt a forgalom, és a szokásosnál is jóval üresebbek a tömegközlekedési eszközök. Mint tudjuk, a COVID-19 járvány új változata nagyon gyorsan terjed, és ez más országokban is komoly gondot jelent. Ez a helyzet határozottabb lépéseket követel meg tőlünk, hogy együtt állítsuk meg a járványt, indokolta a szigorítások bevezetését az indonéz elnök. Azt is elmondta, hogy céljuk a napi 1 millió ember beoltása. Ehhez már stadionokat, közösségi központokat és rendőrségi épületeket és klinikákat alakítottak át tömeges oltóhelyekké. Elvesztünk, ha hagyjuk, hogy mások mondják meg, hogyan rendezzük be életünket, és miként neveljük gyermekeinket. Erről Orbán Viktor beszélt a Közszolgálati Egyetem tisztavatásán. A miniszterelnök hangsúlyozta, a most végzett tiszteknek lesz a feladata megvédeni a magyar családok és az ország biztonságát. Jövő hétfőtől már a rendőrségnél, a NAV-nál, a katasztrófavédelemnél és a büntetés végrehajtásban állnak szolgálatba a frissen végzett tisztek. Az ő évfolyamuk az első, amelynek a képzése három helyett már 4 évig tartott, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom! Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom! Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek! A 109 végzős közül a rendőrtisztek a koronavírus járvány első hulláma idején a nyugati határnál, az átkelőknél már szolgálatot láttak el. Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország Európában, ahol nem csak a többség, de minden kisebbség is nyugodtan élhet. Meg kell védeniük Magyarország, a magyar családok és a magyar emberek biztonságát. Ez a feladatuk, ez a küldetésük, hangsúlyozta beszédében Orbán Viktor a tisztekhez szólva. A miniszterelnök hozzátette, kemény munka vár a most végzettekre, mert a világ az elmúlt években gyökeresen megváltozott. Van, ahol semmibe veszik azokat, akik egyenruhát viselnek, van, ahol nyíltan a rend felforgatói mellé álltak, folytatta Orbán Viktor hangsúlyozva, Magyarország azonban nem ilyen ország. A kormányfő ugyanakkor közölte azt is, hogy a baj már itt van. Déli határainkat most is migránsok csoportjai ostromolják. A rajtuk élősködő embercsempészek, a közéjük vegyülő terroristák és radikálisok hadával együtt. Jönnek a hírek brutális bűncselekményekről, amelyeket olyanok követtek el, akik visszaéltek a befogadóik bizalmával, mutatott rá Orbán Viktor. Megjegyezte, korábban szilárdnak itt országok is hamar kerülhetnek a káosz szélére, ezért mindig ébernek, erősnek és eltökéltnek kell lenni.
Ha mi, a magyar élet őrei elgyengülünk, akkor elveszünk. Ha hallgatunk a vértelen szépelgőkre, elveszünk. Ha hagyjuk, hogy mások mondják meg, hogy kik élhetnek Magyarország területén, hogyan rendezzük be az országunkat, hogyan neveljük a gyerekeinket, ha hagyjuk, hogy mások mondják meg, hogyan éljenek a magyarok, akkor elvesztünk. A miniszterelnök szólt arról is, hogy a rendvédelmi pályára senki sem kerül véletlenül. Az alapvető értékeket és indítatásokat, amelyek arra ösztökélnek, hogy a hazaszolgálatába lépjen valaki, elsőként otthon a szüleitől és nagyszüleitől kapja meg. Ezért fontos, hogy legyenek magyar családok, amelyek a hazaszolgálatára nevelik a gyermekeiket. Közölte, a hazaszolgálatára csak erős és érett emberek vállalkozhatnak, akik tudják, mit jelent, milyen értékes a rend, a becsület és a bajtársiasság, akik vállalják, hogy akár az életüket is hajlandók kockáztatni, hogy betartsák és betartassák Magyarország törvényeit. Könnygázt kellett használniuk a litván határőröknek az erőszakos migránsokkal szemben, akik Fehér Oroszországból akartak átmenni Litvániába. A hatóságok egy nap alatt több mint 100 illegális bevándorlót tartóztattak fel. Idén eddig csaknem 1000 migránssal szemben kellett intézkedniük a litván határőröknek, ez 11-szer több, mint egy évvel korábban. A migránsválság miatt Litvánia pénteken rendkívüli állapotot rendelt el. Tavaly megközelítőleg 70 migránsunk volt, ebben az évben már 800 felett van a határsértők száma, tehát 11-szeres a növekedés, de csak július első két napjában 161 illegális migránst vettünk őrizetbe. Ez a masszív beáramlás már aggodalomra ad okot, mivel a számok folyamatosan emelkednek. Nem kér bocsánatot Jakab Péter attól a munkástól, akivel hangos szóváltásba keveredett. A Jobbik elnöke azért kiabált egy építkezésen dolgozó sofőrrel, mert a férfi munkavégzés közben megközelítette az építési területnél forgató politikust. Jakab Péterről egy másik felvétel is előkerült közben, ezen látszólag egy öregebb autóval közlekedik Balatoni körútja alatt, miközben a stáb szerint a helyszínek között egy drága luxusautó követte. Ma a magyar melós nagyságrendileg annyit keresne, mint a nyugat-európai kollégája. Mondjuk ki, ma egy átlag magyar melós, ha beledöglik, se tud egyen a kettőre jutni. Hogy a magyar melós megbecsülik. Így beszél az általa csak melósoknak nevezett munkásokról a Jobbik elnöke a parlamentben és a fórumokon. El lehet engem ütni, vagy van valami probléma, hogy itt állunk? Ütöttelek el, de itt akkor... az a hölgy mit ordibálik vele? Azért, mert emberek életét veszélyezteti. Hát mondtam neki, hogy menjen már félre építkezést. Így pedig a valóságban. Ez a felvétel csütörtökön készült Jakab Péterről, amint egy építkezési munkással folytatott emelt hangú vitát. De normális vagy, nekem taladod az autó! A jobbikosok a pártelnök monológiát szerették volna videóra venni, de útban voltak az építési területen dolgozóknak. A munkagép vezetője ezt hiába próbálta Jakab Péter tudtára adni, és jelezni, hogy tolatna, ezért óvatosnak kell lenni a jármű közelében. Jakab Péterék nem mozdultak. Sőt, a politikus kiabálva kérte számon a munkáját végző férfit. Van valami probléma, hogy itt állunk? Ütöttelek el, de itt akkor... az a hölgy mit ordibál? Bocsánatot kére a munkagép vezetőjétől. Pénteken több sajtóorgánum is ezt kérdezte Jakab Pétertől. A Jobbik elnöke azonban a Facebookon közölte, hogy erre nem hajlandó. Mit lehet erre mondani? Talán azt, hogy bocsánat, hogy nem feküdtem önként a dózer alá, fogalmazott Jakab Péter, és a bejegyzés végén azzal fenyegetőzött, hogy jogi lépéseket tesz. Jakab Péter találkozott egy melóssal, rögtön baj lett belőle. A Demokrata ezzel a címmel számolt be az esetről. Az Origó pedig azt írta, miközben a Jobbik elnöke kampányszlogenek szintjén a melósokat emlegeti, a való életben üvöltözik és durván sértegeti azt, aki a munkáját végezné. Járt már a Balatonon egyébként? Egy Jakab Péterről készült másik felvétel is futótűzként terjed a világhálón. Ezt a Pesti tévéstábja készítette. Bocsánat, azt megkérdezhetjük, hogy ön Jakab Péter sofőrje? Vagy biztonsági főnöke. Most csak English. Ismerjük magát. Míg a pártelnök Balatoni körútján az újságírónak látszólag egy régi egyterű autó hátsó üléséről válaszolgatott. A felvétel szerint a járművet egy másik, sokkal drágább autó követte. És akkor miért van az, hogy itt az emberek között azt próbálja elhitetni, hogy egy ilyen egyszerű autóval jár, amúgy meg ezzel a zsíró 10 milliós kodával?
nem tudom mennyibe került. Bár a sofőr úgy fogalmazott, a kocsi a kampányt segíti, a férfi elismerte, hogy azt a Jobbik elnöke használja. A kampányban segítem az útját, hogy tudjon felkészülni. Ja, hogy akkor úgy van, hogy ő, amikor így megy a települések között, akkor ezzel a régi, hát ha jól látom, Mazdával megy, de amúgy nyilvánvalóan ezzel a Giro és Skoda Octaviával közlekedik. Jakab Péter így nézi hülyének az embereket. A leleplező összeállítás ezzel a címmel került fel az internetre. A Pesti TV riportere úgy fogalmaz, Jakab Péter parizert prédikál és sztéket eszik, a nép egyszerű gyermekének mutatja magát, és 10 milliós a kocsia. Az idősek védettségének ingyenes tesztelését kéri az LMP. A párt szerint egyre több hír szól arról, hogy nem mindenkiben alakult ki az immunitás, különösen azoknál a 60 év felettieknél, akik kínai vakcinát kaptak. Mindenki 60 éven felett élhessen azzal a lehetőséggel, hogy ingyen, ez kormányzat biztosítsa ezt a programot, le tudja magát tesztelni, hogy kialakult-e a védettsége. Az MSZP szerint újjá kell építeni az egészségügyet. Bangoni Borbé Ildikó azt mondta, az átalakításoknak a nyilvánosság előtt és a szakma bevonásával kell megtörténnie. Úgy gondoljuk, hogy mindenkinek hozzá kell jutnia az egységesen jó színvonalú egészségügyi ellátásokhoz, függetlenül attól, hogy hol él és milyen a jövedelmi helyzete. Megújult Dél-Budapest leghosszabb egybefüggő Dunaparti pihenő és sportterülete a Csepeli Napközis tábor. A beruházást a kormány 460 millió forinttal támogatta. A Magyar Labdarúgó Szövetség is csatlakozott a fejlesztéshez, a szervezet több mint 500 millió forinttal segítette a felújítást. Csepel polgármestere arról beszélt, a cél az volt, hogy természetes környezetében őrizzék meg a Dunapartot. Összességében több mint 1,6 milliárd forintos fejlesztésből varázsoltuk újjá a Kis-Dunapartnak ezen szakaszát. Az a célunk, hogy a jövőben ugyanígy megőrizzük a Kis-Dunapartot ebben a természetes környezetben, ahogyan azt mindannyian ismerjük, és ahogy ezt mindannyian szeretjük. Kulcsfontosságú a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program, hiszen a nyugatról érkező új eszmék nem csak a kereszténységet célozták meg, de legnagyobb kincsünket, a gyermekeket is. Ezt mondta Soltész Miklós Gyergyószent Miklóson a magyar kormány támogatásával megújult katolikus óvoda átadásán. Az államtitkár leszögezte, a betörő eszmékkel felvenni a küzdelmet csak úgy lehet, ha azonosságával tisztában levő, hitében és magyarságában szilárd jellemű utódokat nevelünk. Valóban van egy elképesztő törekvése a gyermekeinknek az életét, hogy megrontsák, hogy áthaladjuk a teremtett világnak az üzenetét és természetességét, de nekünk meg az a feladatunk, hogy ez ellen küzdjünk. És küzdünk a magyar kormányon belül nyilván a különböző törvényekkel, jogszabályokkal, hogy erre választ adjunk, és küzdünk abban a tekintetben is, hogy szerte a Kárpát-medencében, ahol magyar gyermekek élnek, ott mind a nyelv megőrzése, mind a nemzet megőrzése, mind pedig a hit megőrzése és továbbadása érdekében minél nagyobb segítséget adjunk. Ez történt most itt Gyergyószent Miklóson is. Megkezdődött az aratás, ám egyelőre nem mindenhol, méghozzá az elmúlt hónapok szélsőséges időjárása miatt. Főleg a búzabek takarítása csúszik, a májusi eső és a júniusi hőség nem kedvezett a gabonának, ez pedig a termés mennyiségén is meglátszik majd. A gazdák ugyanakkor bizakodóak a minőséggel és az árakkal is elégedettek. Pénteken belevágtunk a kombánnyal. De aztán abba is hagyták az aratást a Békés megyei Újkígyóson, mert kiderült, még nagyon magas a búza víztartalma. Így aztán várhatóan csúsznak a betakarítással. Pedig tavaly már jóval Péter Pál napja előtt a földeken voltak a kombájnok. De nem csak a viharsarokban, hanem az ország több szegletében is egyelőre csak az árpát vágják, mert még nem érett be a kenyérnek való. Békés megye szokta mindig megkezdeni az aratást, tehát ez azt jelenti, hogy mi itt körülbelül a jövő hét közepe vége fele kezdjük el a gyengébb búzákat vágni, ami tárolható. Főként a májusi hideg, esős időjárás lassította a kalászosok érését, aztán jött a kánikula. Szétmorzsolom, és akkor a szemeken meg tudom állapítani, igazából nem is egy sok szem,
zsugorodottak a szemek. Ennek oka pedig a júniusi hőség. De itt már nincs baj a magas víztartalommal, így aztán Kiskunfélegyháza határában meg is kezdték az aratást. Az árpákat betakarítottuk, az őszi árpákat, azzal végeztünk, és most jelen pillanatban a buzába csináltunk ilyen próba cséplést, aratás megkezdését. A szokásosnál kisebb szemek miatt egyébként a várakozásokhoz képest kevesebb lesz a termés, 5 millió tonna alatt marad. A 4,5 millió tonnához leszünk közelebb. De a Gabona Szövetség elnöke szerint még ez is nagyon jó eredménynek számít, hiszen ez bőven fedezi az ország szükségletét, és még exportra is jut belőle. Az elmúlt évek adatai szerint 1 millió 200 ezer tonnából liszt, majd kenyér készül, 800 ezer tonnából takarmány lesz, 300 ezer tonnát pedig vetőmagként hasznosítanak, a többi, vagyis 2 millió 200 ezer tonna pedig exportra megy. De ami különösen fontos, hogy a természöme kiváló minőségű. Ennek legfőbb oka pedig, hogy a gazdák folyamatosan fejlesztenek, a legmodernebb technológiákat alkalmazzák. És most sehol nem ütötte fel a fejét a gombabetegség, ami tavaly és tavaly előtt hihetetlen károkat okozott a gazdáknak. Elmúlt 2-3 hét magas hőmérséklete egyértelműen előrevetít az, hogy gombabetegségekkel nem kell szembesülni, nem találkoztunk mi sem erre utaló jelekkel, úgyhogy nagyon jó minőségbe tudjuk a búzákat betakarítani. Lehet, hogy a 80%-a is el fogja érni a malmi minőséget. A jó termésnek most úgy tűnik, jó lesz az ára is. Ez azt jelenti, aki most, ahogy mondani szokás, lábon eladja a búzáját, 60 ezer forintot kaphat a kereskedőktől tonnánként, ami már haszonnal kecsegtet. Mivel a kalászosok világpiaci ára rég látott magasságokban van, így, akinek lehetősége van, érdemes tárolnia a termését, mert a mostaninál is nagyobb felvásárlási árakra számíthat. Ezen a hétvégén is számos program várja a kirándulókat országszerte. A vidéki természetközeli lehetőségek mellett a főváros is tartogat bőven élményeket. Érdemes lehet például a városnézést a vízről indítani. A Mahart ehhez kedvezményes hajójáratot is indított. Sisakkal a kezükben sétálnak ennek a csoportnak a tagjai a Bükki Nemzeti Parkban, ugyanis itt található a legtöbb barlang az országban. Az 1350 mélyedésből a legjobban járható, pontosabban mászható a Kőlyuk barlang, amire sokan kíváncsiak a nyári időszakban. Hát ide megyünk le majd a Kőlyukba, ugye a barlangban vannak bizonyos szabályok. A 480 méter hosszú barlang sok érdekességet őriz. Ez egy nagyon impozáns barlang, vannak benne hatalmas barlangtermek, különleges cseppkövek, különleges képződmények, régi csontok, többségében barlangi medvecsontok vannak benne, aztán temetkezési helyek, szóval nagyon sokszínű barlang. Játék és alkotás tradicionális környezetben. Az Ócsai Tájház kézműves programokkal várja a kikapcsolódni vágyókat ezen a hétvégén is. Az Ócsai Tájházban a mindennapjainkat meghatározza az, hogy régi technikákkal ismertessük meg a mai új generációt, akár a legkisebbeket, tehát óvodásokat, kisiskolásokat. Ők rendszeresen, csoportosan is érkeznek, de a hétvégi napokon a családokat várjuk. A kézműves foglalkozás után pedig érdemes ellátogatni a templomba, ahol tárlatvezetés mutatja be az épület 800 éves történetét. Ez is szecesszió. Mozgás és kultúra Kecskeméten, ahol a járvány után újra megtartották a már hagyományosnak is nevezhető városnéző sétát. A kulturális sétán nem csak turisták, hanem helyiek is részt vehetnek. Nem csak a vidék tartogat programokat, a nyári hónapokban a fővárosba is érdemes ellátogatni, ahogy Balázs Márk is tette, barátaival Miskolcról jött Budapestre kikapcsolódni. Úgy gondoltuk, hogy a Pestnek egy olyan oldalát is megnézzük, amit azért nem nagyon szoktunk, mert amit ha feljön az ember esetleg Pestre a családhoz, vagy bárki, az akkor inkább az utcán sétál, bevásárlóközpont, egyéb dolgok, kicsit elvezni akarjuk igazából az életet most. A Mahart Pass név pár hete indította el budapesti körjárat, ami hétfő kivételével minden nap várja a hajózni vágyókat a Duna belvárosi szakaszán. A cég ügyvezetője elmondta,
céljuk, hogy a több hónapos bezártság után megmozgassák az embereket, és fellendüljön a turizmus. Itt van ez a járat, ami egy nagyon olcsó 1000 forintos jegyárral alkalmas arra, hogy gyakorlatilag egész nap utazzanak az utazó közönség. Gyakorlatilag ez egy hop-on-hop jelleggel működő hajójáratról van szó, ez több megállóval rendelkezik, elmegy a parlamenthez, aztán utána a Margit-szigetre, a Bártkertnél ki lehet szállni, vagy éppen a Műegyetemnél, és csatlakozik az egyéb közlekedési módokhoz. Az 1000 forintos jeggyel a megváltás napján bármennyiszer igénybe lehet venni a hajót, ami déltől késő estig szeli a vizet. Elkezdődtek a hídverő napok a Duna magyar és szlovák oldalán is, Neszmélyen és Paton egyaránt. A kétnapos program a helyi és határon átnyúló kapcsolatok megőrzésére összpontosít, ezt mondta a Megnyitón a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa. Szilágyi Péter kiemelte, hogy a két települést hamarosan kompjárat is összeköti majd, még szorosabbra fűzve így az összetartozást. A hídverő napok rendezvény azzal a célra jött létre, hogy lehetőséget teremtsen a Duna két partján élő, egymástól elszakított közösségek számára a közös ünneplésre, emlékezésre. A cél az volt, hogy igazi híd hiányában egy szimbolikus, szereteten és összetartozáson alapuló eszmei hidat építsenek azon települések között, melyeket a győztes hatalmak egy tolvonással választottak el egymástól 1920-ban. Elkezdődött a Mátrai Művészeti Napok programsorozata. A következő egy hétben erdei sétákra, erdei koncertekre és sportrendezvényekre várják az érdeklődőket. A Megnyitón az erdőkért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy az erdők kiemelt szerepet töltenek be a társadalom testi és lelki egészségének megőrzésében. Legfontosabb feladatunk aktív segítséget nyújtani erdeinknek, hogy alkalmazkodni tudjanak a természetes folyamatoknál gyorsabban zajló klímaváltozáshoz. A környezeti változások közepette csak tudatos, előre tervezett szakmai munkával tudjuk megőrizni erdeinket, megőrizni hazánk erdőterületét. A meglévő erdők megőrzése mellett az Agrárminisztérium kiemelt figyelmet fordít, és kiemelt célunk az, hogy növeljük a magyarországi erdőknek a területét. Áll webáruházakat üzemeltető bandát számolt fel a rendőrség. 11 embert fogtak el, akik 3000-nél is több sértettnek, 150 millió forintot meghaladó kárt okoztak. A napokban 12 helyszínen tartottak házkutatást egyszerre. A nyomozók nagyértékű autókat, műszaki termékeket, ékszereket és több 10 millió forint értékben készpénzt foglaltak le, valamint bankszámlákat is zároltak. Jelen pillanatban 11 fő van gyanúsítottként kihallgatva, a 11 főből 5 főnek kezdeményeztük letartóztatását, ebből a tegnapi nap a bíróság 4 főt letartóztatott, 1 főnek pedig bűnügyi felügyeletét rendelt el. A nyomozása a Pest megyei rendőrfőkapitányságon folyamatban van, csak úgy, mint a budapesti rendőrfőkapitányságon. 2 meghaltak, 20 pedig eltűntek Japán középső részén, ahol sárlavina pusztított. A térségben pár nap alatt egy hónapnyi csapadék esett, ez okozta a tragédiát. A földcsuszamlás mindent vitt, ami az útjába került, házak és hidak omlottak össze, utak tűntek el a föld színéről. Szakembereknek sikerült figyelmeztetniük a veszélyre, így sok embert sikerült végül időben evakuálni. Amatőr felvétel készült arról a pillanatról, amikor a sárlavina elemi erővel lezúdult a hegyről. A földcsuszamlás Tokiótól délre, Shizuoka tartományban történt, a Csendes óceán partján fekvő melegvízű forrásairól ismert Atami városban. A tragédiát a napok óta zuhogó eső okozta. Július 1-e óta ugyanis annyi csapadék hullott a térségben, mint máskor egész hónapban. A hegyről lezúduló ár elsodort mindent, ami az útjába került, házak dőltek össze, autókat vitt el a sár, több épület eltűnt. Szemtanúk azt állítják, szombaton délelőtt a földcsuszamlás előtt hangos morajlást hallottak. A mentő alakulatok már a sárlavina megindulása előtt sok embert evakuáltak. Azt mondták mindenkinek, hogy menjenek minél messzebbre, magasabban fekvő területekre. A sárlavina nagyon közel jött a házamhoz, ott állt meg előtte. Már nem tudtam sehová se elmenekülni. A földcsuszamlás hangját már sokkal előbb hallottam, mint ahogy az ideért, mondta egy férfi. A rendőrség, a tűzoltóság és a hadsereg eltűntek utánkutat a városban. Más térségekben is volt földcsuszamlás. Zushiban egy egész hegyoldal omlott le. Itt nem sodort el lakóházakat, de egy utat maga alá temetett. Shizuoka tartományban megduzzadtak, a folyók és sebes sodrással zúdulnak le. Így néz ki általában az egyik folyó, valójában inkább patakra hasonlít,
És így néz ki most, elmosott mindent, ami a meder szélén épült, hidakat tört ketté és sodort el. Japán esős időszakában gyakran vannak földcsúszamlások és árvizek. Szakemberek szerint évről évre egyre súlyosabbak ezek a természeti katasztrófák. Tavaly júliusban tucatnyian vesztették életüket, amikor kiléptek a folyók a medrükből. Két évvel ezelőtt pedig több mint 200-an haltak meg, amikor az ország nyugati területén árvizek pusztítottak. Hurrikán csapott le a Karibi térségben, az Elsa nevű szélvihar súlyos pusztítást végzett Barbadoson. Kártyavárként döntötte le a házakat, fákat tépett ki gyökerestől a földből. A hatóságok villámárvizektől és földcsúszamlásoktól is tartanak. Sokan vannak áram, valamint víz nélkül. A hurrikán Haiti felé vette az útját, előrejelzések szerint ugyanakkor Jamaica és Kuba is az útjába kerül hamarosan. Így néz ki a hurrikán a magasból. A vastag felhőrétek felett ragyogóan süt a nap, alatta viszont igazi ítéletidő tombol. Elsa nevet kapta a vihar, amely Barbadosnál hurrikánnál erősödött és lecsapott. Az óránkénti 120 km/h erősségű szél mindent vitt, ami csak az útjába került. A széllökéseket heves esőzés kísérte, minimálisra csökkent a látási távolság. A hatóságok szerint sokan kértek segítséget, mert egész családok rekedtek az összedőlt házak alatt. Megszűnt az áramszolgáltatás, és nincs ivóvíz sem. Bezártak az iskolák, az üzletek, és a repülőterek nem indítanak és nem fogadnak gépeket. Barbadoson az Elsa hurrikán hatalmas pusztítást hagyott maga után. A házakat kártyavárként döntötte le, egyes épületek tetejét messzire repítette, a szél még a berendezéseket is tönkretette. Törmelék, szemét borít mindent. Az erős szél gyökerestől tépte ki a több évtizedes fákat, voltal egyszerűen ketté törte őket. A térségben akadozik a közúti közlekedés is, mert a szél a fákból torlaszokat emelt. Barbadosra 60 éve nem csapott le hurrikán, a hatóságok egyelőre még nem tudták elkezdeni a helyreállítási munkákat. A szélvihar a Karib-térség más részein is pusztított már. Saint Vincent és a Grenadin szigeteken apartmenti térségben okoztak károkat a nagy hullámok, máshol pedig villámárvizek alakultak ki a hirtelen leesett nagy mennyiségű eső miatt. Sár borította el az utcákat. Figyelni kell, mert bármikor kidőlhet egy-egy nagyobb fa, épületdarabokat visz a szél, és több helyen földcsúszamlás is kialakult. Néhány napja vulkánkitörés volt itt, most meg hurrikán csapott le. Egyelőre nincsenek sérültek, és hát megpróbáljuk nyugodtan túlélni ezt az időszakot, mondta egy férfi. A hatóságok ideiglenes menedékszállásokat nyitottak, mert a térségben több embert evakuálni kellett, attól tartanak, hogy házaikat elsodorhatja egy árvíz. Az Elsa hurrikán eközben folytatta az útját Haiti és a Dominikai Köztársaság irányába, vasárnap elérheti Jamaicát és Kuba keleti partvidékét. Az Elsa hurrikán miatt pedig leállhat a mentés a Miami-ban múlt héten összedőlt ház romjainál. A 12 emeletes lakóház 9 napja omlott össze, eddig 24 ember holttestét találták meg, de több mint 120 embert még mindig keresnek. A tragédia miatt most fokozott ellenőrzést rendeltek el a 40 évnél idősebb, 5 emeletnél magasabb házaknál. Egy közeli társasházat már ki is kellett üríteni, mert hogy kiderült, hogy veszélyes állapotban van. Több mint egy hete omlott össze egy társasház Miami-ban, de a mentőcsapatok még mindig kutatnak a túlélők után. A napokban újabb holttesteket találtak, köztük egy 7 éves kislányét. Ő a harmadik gyerek, akit a romok közül emeltek ki. Amíg mentési folyamatként kezeljük a helyzetet, addig van remény, akkor is, ha csak egy embert találunk élve, mondta a tűzoltó parancsnok. A mentést a héten kis időre le kellett állítani, mert félő volt, hogy az épület éppen maradt része is összeomolhat. A mentőcsapatok igyekeznek felgyorsítani a romok átvésülését, ugyanis az Elsa hurrikán, amely jelenleg a Karib-térségben pusztít, hamarosan elérheti Floridát is. Floridát valószínűleg vasárnap este fogja elérni a vihar. Az itteni munkálatokra és a hurrikán elleni védelemre együttesen szeretnénk koncentrálni, mondta Florida államkormányzója. Időközben a katasztrófa helyszínétől nem messze lévő társasház lakóit felszólították, hogy amilyen gyorsan csak lehet, hagyják el az épületet. Egy nemrég készült mérnöki jelentés szerint ugyanis a ház veszélyes állapotban van. Megértem a döntést, tudva, hogy mi történt, és nyilván fő a biztonság. Ami felett viszont nem tudok napirendre térni, az az, hogy már január óta tudtak róla, hogy a ház nem biztonságos, és nekünk mégse szóltak semmit. A város vezetői is csak ma tudták meg, mondta az egyik lakó.
Az 1972-ben épült lakóház még nem esett át a 40 évesnél idősebb épületek felülvizsgálatán. A Miami városvezetés biztosított mindenkit, hogy gyorsított eljárásban ellenőrzik az összes 5 emeletesnél magasabb és 40 évnél idősebb épületet, hogy megbizonyosodhassanak arról, hogy a lakóknak nincs mitől tartaniuk. Amerikában megkezdték az állatok oltását a koronavírus ellen. Egyelőre az állatkertekben élő egyedeket immunizálják. Korábban egyébként már világszerte több emlősnél is kimutatták a vírust, ezek mind emberektől kapták el a fertőzést. Egy holland kutatás szerint a háztartások 5-ében megfertőzöttek a házi állatok is, ám olyan esetről egyelőre nem tudnak, amikor az állat fertőzte volna meg a gazdáját. PCR-tesztet venni egy elefánttól nem egyemberes munka, pedig az állat meglepően jámboran tűri, hogy a botot feldugják az ormányába. India, Tamil Nadu államában történik a mintavétel, a Mudumalai Nemzeti Parkban, ahol az elefántok mellett gémszarvasok, majmok és tigrisek is élnek. A nagy ragadozók között pedig már találtak COVID-fertőzöttet. Most a kutatók arra szeretnének választ találni, hogy a vadon élő állatokra mennyire veszélyes a vírus, és mennyire képesek esetleg átadni a Nemzeti Park látogatóinak. Gregor a gepárd már egy phuketi vadas parkban várja a turisták visszatérését. A Tajföldhöz tartozó sziget jelenleg szinte az egyetlen olyan régió egész Ázsiában, ahová ha korlátozottan is, de be lehet utazni. A vírus terjedésétől azonban itt is tartanak, így Gregor szőrét is rendszeresen tisztogatják, az állatokat is szűrik majd koronavírusra. A dolgozók 90%-a már megkapta a vakcinát, nálunk egyelőre az állatok oltásában nem gondolkodunk, mondta az igazgató. Nem így az Egyesült Államokban, ahol olyan vakcina bőség van, hogy van olyan állatkert, amelyikben már megkezdték az állatok immunizálását. Az állategészségügyi termékeket gyártó Zoetis közleményben tudotta, hogy több mint 11 ezer dózis védőoltást ajándékoz, mint egy 70 amerikai állatkertnek. Első alkalommal a San Diego-iban oltottak be emberszabású majmokat a Zoetis készítményével. Ott ugyanis 8 gorilla fertőződött meg koronavírussal, bár tüneteik enyhék voltak és időközben már meggyógyultak, a vírus a gondozókról kerülhetett át rájuk. Egy holland kutatás szerint ugyanis az állatok egy része ugyan elkaphatja a koronavírust, de náluk az nem okoz súlyos tüneteket, és egymásnak sem adják át. A PCR tesztekkel kiszűrt állatok esetében azt láttuk a későbbi tesztek során, hogy nem adták át a vírust a többi állatnak, és ők maguk is gyorsan felgyógyultak. Egyelőre nem tudunk olyan esetről sem, amikor házi állatról emberre került volna vissza a koronavírus, igyekezett nyugtatni a kutatás vezetője. Azt ugyanakkor figyelemreméltónak találta, hogy a vizsgált háztartások 1/5-ében a macskák már túlestek a fertőzésen, és rendelkeztek ellenanyaggal. Az állatok mintegy 4%-a pedig aktív vírushordozó volt. A kutyáknál ez az arány alacsonyabb volt. A kutatók szerint azért, mert a macskákat többet simogatják, így közelebbi kapcsolatban vannak az emberekkel. Újabb döntősökkel gyarapodott a Nemzeti Vágta, nem sokkal ezelőtt ért véget az Elővágta Iván településen is. Iván új helyszín, most rendeztek ott először előfutamot. A kishuszárok futamát Látos Lili nyerte, a felnőttek közül pedig Vörös József volt a leggyorsabb. A Nemzeti Vágta döntője az első októberi hétvégén lesz Budapesten. Kishuszárvágtával kezdődött a Nemzeti Vágta első iváni előfutama Győr-Moson-Sopron megyében. Az ifjaknak 645 métert kellett futniuk lovaikkal. A lovasoknak korosztálytól függetlenül szigorú feltételeknek kellett megfelelniük. A lónak a papírjainak rendbe kell lenni, és 10 év felett lehet a gyerekeknek is 18 éves korig bezárólag. A felnőtt lovasoknál egy picit már szigorúbbak a szabályok, 18 év felett lehet nevezni, és a lovaknak pedig 75%-os telivér hányadnál, vagy annyinak, hogy kevesebbnek lehet csak lenni. Iván most először rendezhetett elővágtát. A helyi lovassal együtt összesen 25-en indultak a versenyen. Meglepetés is okozott bennünket, hogy ennyi látogatónk érkezett, nagyon jól sikerült a rendezvény. Szerencsére balesetmentesen átvészeltük a napot, úgyhogy nagyon nagy visszajelzéseket kaptunk, hogy mindenkinek nagyon tetszett, és nagyon színvonalasnak ítélték meg a rendezvényt. Az esti döntőben a kishuszárok futamát Bézi Diego hátán Látos Lili nyerte, aki Fülöpszállás települést képviseli. Nagyon jól érzem magamat, nagyon örülök, megnyertem. A felnőttek összecsapását végül Vörös József nyerte meg lovával, Marinával, Csetényt képviselik.
Ez egy hatalmas érzés, és nagyon boldog vagyok, hogy én nyerhettem meg az első iváni vágtát. Tudtam, hogy nagyon erős lesz a mezőny. Nagyon szerettem volna döntőig eljutni, ez sikerült is, hiszen az első előfutam első helyzetjeként értem be a célba, és nem csalódtam a lovamba, a döntőbe se. A Nemzeti Vágta előtt idén 15 előfutamot rendeznek összesen, és ebből 4-et határon túl. A fővárosban a Hősök terén október 2-án és 3-án mérhetik össze tudásukat a legjobb zsokék és lovak.